Szekszárdon, a Béla király téren, a Vármegyeháza épületében székel a Tolna megyei levéltár intézménye. Igazgatója dr. Dobos Gyula. Gyulám, kérem bemutatkozásként, mesélj röviden arról, hogy mikor alakult intézményetek, és milyen feladatokkal. Hát a Tolna megyei levéltár a Vármegyének a legrégebbi intézménye. Tulajdonképpen az 1723-as törvény alapján kellett létrehozni Vármegyei levelestárat, és 1727-ben hozták létre az elsőt. A kezdeti időszakban az iratoknak az őrzése, az iratoknak a mozgatása, az gyakorlatilag a vármegyének a egyik vezetője feladata volt, a vármegyei főjegyzője. Önálló levéltáros 1845-től van a vármegyének, majd a későbbiek folyamán főlevéltárnok, illetve főlevéltárnokai is lettek. Gyakorlatilag a vármegyének a kezelésébe irányítása volt a levéltár egészen 1950-ig. 1950 és 67 között szekszárdi állami levéltár néven állami levéltárként működött, majd 1968-tól kezdve visszakerült a megyéhez, és ettől kezdve tanácsi levéltár volt a Tolna megyei levéltár. És 1991-től az új elnevezése mégpedig az, hogy a Tolna megyei önkormányzat levéltára. Mikor jöttél a levéltárba dolgozni, és milyen munkaköröket töltöttél be? 1981. január 1-ével Kábalogi János igazgatónak a meghívására jöttem át a Babis Megműzési Központ igazgatói székéből ide a Tolna megyei levéltárba igazgató helyettesnek. Gyakorlatilag ezt töltöttem be 1987 közepéig, ekkor tanszékvezetőnek mentem el az oktatási igazgatósághoz, majd 1989-ben pályázat eredményeképpen kerültem vissza a levéltár vére, amikor Kávaló János elment nyugdíjba. És 1990. január 1-től 2010. december 31-ig több ciklusban is kaptam megbízást a megyei közgyűlésről az igazgatói teendők ellátására. Munkád során milyen tudományos munkád jelentek meg? Önálló kötetek közül megjelent a Percelek című monográfia, megjelent Ozora monográfiája, és gyakorlatilag többé-kevésbé már megjelent Tengőrnek a monográfiája. Emellett több tucat tudományos tanulmányt készítettem, valamint több százra tehető azon cikkek száma, amelyek lapokban, folyóiratokban megjelentek. Komoly a szerkesztői munka is, a levéltári időszak alatt 25 kötetnek a szerkesztője voltam, de emellett például a Szekszár monográfia második kötetét, a Bátaszék monográfiai három kötetét szintén én szerkesztettem. Az igazgató úr tudományos munkái.
az intézmény egyik legrégebbi okirata, egy 1238-as, tehát 4. Béla korabeli oklevélnek 1291-es, 3. András kori átirata. Nemes Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1699 és 1849 közötti időszakból. Egy kötet, egy évnek a termése. A Tolna megyei levéltárban 12 kilométer iratot őrizünk három helyen. Ezen iratoknak a jelentős része kutatók által is használható irat. Vannak azonban olyan iratféleségek, amelyek a történelmi viharai miatt eléggé rossz állapotban vannak. Ezeknek a megmentése miatt történik a mikrofilmezés és a digitális filmfelvételezés. A kutatók, amikor bejönnek a levéltárba és kutatóanyagot kérnek, abban az esetben, ha az mikrofilmen megtalálható, vagy pedig digitális filmfelvétel történt, abban az esetben ezeket kapják meg, így módon az eredeti iratokat óvjuk. A mikrofilmezésnek alkalmazunk egy modernebb formáját is, a digitális iratfelvételt. Ez azért előnyös, mert a kutatók számára ugye számítógépen használható utána, tehát nem kell filmet befűzni, nem kell attól félni, hogy a filmek tönkre mennek. Ez mindenképpen a jövőnek a megoldása. Bár itt is van, aki nem így gondolja, mert hiszen a mikrofilmek már több évtizedes múltra tekintenek vissza, a digitális anyagok pedig lehet, hogy 2-3 évtized alatt még rengeteget fognak változni. A levéltár kutatóterménben vagyunk, ide kerülhetnek azok a kutatók, akik engedélyt kérnek a kutatásra. Itt vannak a mikrofilmleolvasók, valamint itt a lényegében a digitális anyag feldolgozásának a lehetősége is, tehát számítógépen is lehet kérni. Amiket a fotolaborban készítettek mikrofilmeket, azokat itt modelleolvasókhoz lehet használni. Amennyiben a levéltárnak nincs meg az az anyaga, akkor az országos levéltártól lehet kérni. Nagyon jelentős a családfakutatás. Tolna megyei levéltárban az anyagkönyvek 1827-től találhatók, a felekezeti anyagkönyvek, és 1995-től kezdve pedig az állami anyagkönyvek kutathatók. Körülbelül a kutatóknak a 40-45%-a az családfakutatással foglalkozik. A Tolna megyei levéltárnak van egy könyvtára is. Ez a könyvtár nem közkönyvtárként, hanem szakkönyvtárként üzemel. Ez annyit jelent, hogy elsősorban a kutatók számára és a tudományos munkát végzők számára hasznosítható vagy használható. 24 ezer kötet, azonban nagyon sok a 18.-19. századi, igen patinás, igen értékes anyag, de latin, francia, német anyagok ugyancsak találhatók benne. A könyvtárterem, amelyben most vagyunk, ez részben a rendhagyó történelmi óráknak a tartására is szolgált. Főiskolások, egyetemisták és középiskolás hallgatók, osztályok érkeztek ide, és itt rendhagyó történelmi órákat tartottunk számukra, illetve tartunk. A nyitott levéltári akció keretében igyekszünk a levéltári értékekkel megismertetni őket, és így módon érdekesebbé és izgalmasabbá tenni a történelmi órákat. Szekszár neves földesúrának adományozott bárói oklevél. Első Ferenc József adományozta nem sokkal a szabadságharcnak a leverését követően August Antalnak, aki egyébként 48-ban még a vármegyének az alispánja volt, majd utána a bakrendszer időszakában is fontos szerepet játszott. A másik érdekes anyag, amit itt láthatunk, ezt herceg Eszterházy Pál Antal, Fraknó várának az ura volt, aki adományozta a jámbor és eszes pozorai fazekas mestereknek. Tehát tulajdonképpen ez egy C-okirat. Ebben a herceg, az adományozó herceg pontosan artikulusokba foglalva meghatározza, hogy a C-eknek mi a feladata,
milyen létszámmal dolgozhatnak, milyen minőségű anyagot kell, hogy előállítsanak, hány fő dolgozhat időben, milyen hosszúságban, és így tovább. Tehát csupa olyan dolgokat, amelyek nagyon, nagyon is egységessé tudják tenni az általuk gyártott anyagokat. A Tolna megyei levéltár rendkívül gazdag családi anyaggal rendelkezik, több tucat nemesi családnak több mint 80 folyóméter iratát őrzi. Ezek között az értékes iratok között is különleges helyet foglal el például August Antal bárónak a diszpolgári oklevele, amelyet Buda városától kapott 1859. november 1-én. A Tolna megyei levéltár az 1970-es évek közepétől foglalkozik rendszeresen kiállítási tevékenységgel. Mivel, mint már említettem, nagyon gazdag a családi anyaga, kiállításaik, a nagytermi kiállításaik elsősorban a családok bemutatására vonatkoznak. Ez, amit itt láthatunk, ez a perceleket bemutató kiállítás, immár másfél évtizede látogatható, és élénk érdeklődés is kísérte az egész látogathatóság időt. Ennek a kiállításnak a részletes bemutatására vissza fogunk térni, tehát viszontlátásra.